Csorna szolgálatért díjat kapott Nagy Gábor Mihályné pedagógus. Az elismerést augusztus 19-én vette át a Premontrei Rendház dísztermében. Nagy Gábor Mihályné 1977. szeptemberében óvónőként kezdett dolgozni a Markota-Bödögei óvodában. A győri Apáczai Csere János tanítóképző főiskolán 1981-ben általános iskolai tanítói szakképzettséget szerzett. A pedagógus pályát szülőfalujában Bágyokszobáton kezdte. A II. Rákóczi Ferenc római katolikus óvoda és általános iskola jogelődjénél 1983-ban vállalt tanítói munkát. Azóta is a legkisebbeket, az első-második osztályosokat tanítja betűvetésre, olvasásra, számolásra. Osztályfőnökként tanítványai nevelését, tanítását örök életre szóló feladatnak tekinti. Mindennapos pedagógiai munkáját a gyermekszeretet, az elhivatottság, a rendszeresség és a folyamatos megújulás jellemzi. Következetes, önmagával szemben igényes, kiváló pedagógus egyéniség. Folyamatosan képezte magát, szívesen vett részt továbbképzéseken. Az alapfokú, színjátszó rendezői képesítését rendszeresen kamatoztatta pedagógiai munkájában. Számos tanítványa sikeresen szerepelt különböző tanulmányi versenyeken. Figyelmet fordított a hátrányos helyzetű és lemaradó tanuló felzárkóztatására, a tanulói képességek fejlesztésére. Ötleteivel, nyitott, vidám személyiségével gazdagította rábízott diákok és a nevelőközösség mindennapjait. Mindig türelemmel fordult tanítványaihoz, azok szüleihez és pedagógus társaihoz is. Tapasztalatait szívesen megosztotta munkatársaival, bátran fordulhattak hozzá segítségért. Rendszeresen vállalt feladatot a gyakorló, tanítást végző tanítójelöltek felkészítésében, de a fiatal pályakezdőket is szárnyai alá vette és formálta, alakította kezdő lépéseiket. Több tanéven keresztül alsós szaktanácsadóként, munkaközösség vezetőként is tevékenykedett. Az új tanítási módszerektől sem idegenkedett, kipróbálta a technika vívmányait is. A pedagógus minősítésre az elsők között vállalkozott. Értékrendje keresztény alapokra épül. Hivatástudata, vallásgyakorlása követésre méltó minden kolléga számára. Munkája elismeréseként 1999-ben a Szent Gellért díj ezüst fokozatával részesült. Nagy Gábor Mihályné közel 4 évtizedes, példaértékű, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Csorna szolgálatáért díjkitüntetésben részesül. Szépből gratulálunk! Bágyokszobáti általános iskola után én a Kazinczy gimnáziumba jelentkeztem, ott érettségiztem angol tagozaton. Ezután pedig az Apáczai Csere János tanítóképző főiskolán végeztem, pedagógia testnevelés szakkollégiumon. Hát ezen kívül végeztem persze apróbb kisebb iskolákat, de ez a fővonal. Ön említett, hogy angol szakon is végzett. Milyen szintű angol nyelvtudást tudott szerezni? Volt-e mondjuk vizsga? Középfokúnak titulálták akkor, hogy középfokú szintnek felel meg. Azóta autodidakta módon azért űzöm a tanulását. Mikor volt ez, amikor ezt az angol nyelvtudást megszerezte? Hát az érettségivel, 78. Hát azért az egy elég nagy dolog volt 78-ban, valaki igen. Beszélt angolul és jól beszélt igen, angolul. Igen, igen. Németet meg magániskolában, magánúton tanultam. Hol kezdte a pályát? Markota-Bödögén voltam óvodában 1 évig képesítés nélküli óvónőként. És utána végeztem el a főiskolát, azután pedig Bágyokszobáton tanítottam 2 évet, és amikor férhez mentem, akkor kerültem ide Csornára, és azóta itt vagyok. Rákóczi iskolában kezdtem, de miután jogutód nélkül megszűnt az iskola, egyházi lett, és felkértek engem, hogy maradjak, ezért úgy döntöttem, hogy maradok. És azóta itt dolgozom, 94 óta a katolikus iskolában. Ön említett, hogy Bágyokszobáton is tanított. Igen.
Még egyszer, ez melyik időszakban volt? Hánytól? Hányig, illetve? 81-től 83-ig. Azért azt a nézőknek áruljuk el, hogy ön bágyakszovárti származású. Igen. Milyen emlékeket őriz a településről, amikor ön oktatott ott, és hány likasokat tanított? Első-másodikosokat tanítottam akkor is, és nagyon jó emlékeim fűznek oda. Maradtam volna, hogyha a férjem nem csábít el ide Csornára. Szívesen maradtam volna, igazgatóm is szívesen fogadott volna tovább, de úgy alakult az életünk, hogy eljöttem. Én úgy éreztem, hogy a szülőfalu is tud szeretettel fogadni, tehát hogy lehet proféta az ember a saját környezetében. Ugye a pedagógusi pályájának a nagy részét Csornán töltötte. Igen. Milyen emlékei vannak a csornai időkről, ami eddig eltelt? Nagyon hamar megszerettem Csornát, annál fogva is, mert olyan helyen, olyan utcában lakunk, ahol falusias a környezet, és én szeretem nagyon a közvetlen embereket. Az az igazság, hogy ez az elismerés is azért ajándék a számomra, mert áldás van az én szakmai utamon. Kezdődhetett Markota Bödögén, és Bágyakszobáton folytatódott, de itt a Rákóczi iskolában én megtaláltam teljesen a számításomat. Tehát jó emlékeim vannak, akár igazgatóimról engedték a pedagógiai szabadságomat, ami nagyon-nagyon fontos most, hogy lehessen úgy tanítani, úgy nevelni, ahogy én szeretnék. És nem akadályoztak meg sose abba, hogy újuljak, hogy mindig megújítsam a tudásomat. A szülőkről is nagyon csak jót tudok mondani, mert nagyon hálásak. És nem igaz az, hogy a tanító becsukja az ajtót, amikor bemegy a gyerekekhez, akkor onnan nem szivárok ki semmi, mert a gyerekek azonnal elmondják otthon, hogy mi hogyan történt az iskolában, és a szülők szinte naponta köszönték a munkámat, és ez nagyon jó érzéssel töltött el. De ehhez azért kellett a család is, mert az nagy ajándék a gondviseléstől nekem, hogy a gyerekeim egészségesek, tudunk ellenpéldát, tehát a pályán maradhattam. És a férjem kitartott mellettem, nem egyedül kellett nevelni a gyerekeket. A szüleim sokáig nem szorultak gondoskodásra, úgyhogy én ezt a mindenhatónak köszönhetem. Én csak éltem a lehetőséggel, hogy tudtam a szakmámnak élni, és ennek végtelenül örülök. Most jelenleg hányodik osztályosokat tanít? Most éppen letettem a lantot, már nyugdíjas leszek, de első-második osztályosokat tanítottam szinte végig. Tehát magyarul ezt a tanévet már nem kezdte meg? Nem. Nem, a 40 évvel élek, és éppen azért, mert ugye két kis unokám született, egy 4 éves, meg egy 2 éves unokám van, és szeretném most már kamatoztatni az erőimet, energiáimat a családon belül. Ugye az unokák nevelése az egy különleges dolog, hiszen igen. Gyerekeket tanított, oktatott, de most itt vannak az unokák. Hogy hívják az unokákat? Igen, Ábel a 4 éves kisfiú, és 2 éves Milike. És én úgy tudom, hogy ugye két lánya van, igen. És az egyik lányának a férje viszont nem magyar. Igen. Ő angol. Igen. Hogyan tudják tartani a kapcsolatot, hogyan kommunikálnak? Hát ez is a sors ajándéka, hogy valamennyire tudtam angolul beszélni, mert azért ez a 4 év, amit ott tanultam a gimnáziumban, meg közben is ápoltam a nyelvet, ez segített ahhoz, hogy ő vele beszélgessek, és ő is nagyon igyekszik, a vőm is nagyon igyekszik, hogy tanuljon meg magyarul. Most a két kisgyerek is két nyelven beszél a szüleivel, úgyhogy nagyon szorgalmas a vőm, azonban, hogy mindent megértsen magyarul, és lassan már teljesen beszél magyarul, úgyhogy tudunk egymással beszélgetni szerencsére. Most a szabadidőm nagy részét is azzal töltöm, ha van, ha marad, hogy az angol nyelvet tanulom tovább. Tehát online tanfolyamot csinálok most az internet segítségével. És otthon ebben gondolom segít a vője, aki hát angol anyanyelvi szinten beszéli az angol nyelvet, tehát gondolom ez azért segítség. Nagy segítség, és éppen ennek érdekében tanulom én, hogy majd az unokáimat is megértsem, amikor váltanak angolra. És a vője azt tud valamennyire magyarul? Igen, 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 folyamatosan képezi magát ő is. Anglia melyik részéről származik? Oxfordshire. Jártak kint? Igen, voltunk itt, de csak egyszer és csak a családjuknál.
nem kívánkozik vissza Angliába, nagyon szeret Magyarországon. És ugyan említette, hogy nyugdíjba ment, igen, segít az unokák nevelésében, igen, de mellett mi az, amivel szeret otthon foglalkozni, mi az, ami kikapcsolja? Én még továbbra se tettem le a lélekbúvárkodásról, főleg a gyerek pszichológia érdekel, úgyhogy nagyon szívesen olvasok és hallgatok beszélgetéseket nagy pszichológusokkal, Bagdi Emőkkel, de akár Pál Feri atyával, vagy Popper Péter, Müller Péter írományait olvasgatom, vagy hallgatom éppen a pszichológusok barátságos beszélgetését, amikor a tévében, interneten lehet őket látni, meg ahogy mondtam, az a nyelvet gyakorolom, angol nyelvet. Köszönöm, és a városi elismeréshez gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm.